Emlékezés és gondoskodás, erről szóltak a második dr. Adorján Gusztáv Tamás emlékkonferencia köszöntői az előadások előtt. Tisztelet a főorvosa a kórházigazgató emléke előtt, egyben gondoskodás a jövő nemzedéke felé. Szülésre felkészítés, várandós ellátás, védőnői gondozás, a szoptatás és sok-sok gyakorlati téma hangzott el a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán rendezett eseményen. Azok az előadások, amelyek itt elhangzanak, egyformán szolgálják megítélésem szerint a hallgatóink szakmai fejlődését, szolgálják azt is, hogy legyen valamiféle eszmecsere a tudomány és a szakma között, és szolgálják azt is, hogy megismerhesse a kórház vezetése, a kórház képviselői azt is, hogy mi a hallgatói kapcsolatokon túl hogyan is gondolkodunk, milyen fejlődésen megyünk keresztül, illetve hogyan gondolkodunk annak a szakmának a műveléséről, amiért mi felelősek vagyunk. Adorján Gusztáv nem csak kórházi főigazgató, de gyakorló szülész, nőgyógyász, főorvos is volt, aki szeretettel támogatta a kórházi nyílt nap ötletét. Most 5. alkalommal nyitották ki az ajtókat a várandósok és családtagjaik előtt, mert hiszik, hogy a várandóság és a szülés a legszentebb emberi folyamat. Ennek szakmai hátterét adja a kari oktató munka. A felső oktatási képzés, annak a célja az az, hogy egy olyan szakmára felkészítsen bennünket, ami hasznos lesz a jövőben a társadalom számára, és mi pedig élvezettel fogjuk művelni. Amikor az egészségtudományi karral szövetkezünk, akkor természetesen a betegellátás, prevenció számára nevelünk, vonzunk be szakembereket, és szeretnénk, hogy ez minél inkább a teljes képzési láncban folyamatosan érezhető legyen, hogy ez nem egy elméleti képzés csupán, hanem az életre való felkészítés. A tudomány és a gyakorlat kapcsolatáról, annak hasznáról többen is szóltak köszöntőjükben, előadásaikban. A védőnői módszertani és prevenciós tanszék, illetve az egész kar oktatóinak, kutatóinak fontos célja, hogy hatást gyakoroljanak a hallgatókra, és azokra is, akik a szakmában dolgoznak, jelezte a tanszékvezető. A hagyományról már többször esett szó. A hagyománynak az egyik fő bázisa az, hogy a szakmát és a tudományt próbáljuk meg ezen a két napon ötvözni. Úgy próbáljuk ezt megtenni, hogy az oktatók, a kutatók, illetve azok a gyakorlati szakemberek, akik már az iskola falain kívülről űzik a szakmát, összeadják tudásukat, és megpróbálják azt továbbadni a felnövekvő generációnak, illetve azokat a korszerű ismereteket, amelyek a gyorsan változó világunkban születnek, a pályán lévő szakdolgozók is, illetve hallgatók is hasznosítani tudnak. Kiváló szakmai partner a József András Kórház, illetve a védőnői hálózat, amely támogatást nyújt a képzésekhez. A péntek délelőtti plenáris előadásokat szekciós előadások követték a kora gyermekkor és a családközpontú ellátás témájában, majd kerekasztal beszélgetés és workshop zárta. Az ünnepi műsort a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei adták.